Sok szeretettel köszöntöm az emberiség.hu nézőit, mint ahogy hozzászoktatok már, ez is egy podcast beszélgetés lesz. Beszélgető partnerem ezúttal Sári Edina, a Tűzszivárvány című könyv írója, illetve hát nem csak ezt a könyvet írta, és itt előjáróban elmondanám, hogy mi ismét tegeződni fogunk, mert pont kiszámoltam, hogy Edinával 29 éve ismerjük egymást, és vele már az emberiség.hu oldalon láthattatok egy beszélgetést, majdnem 10 évvel ezelőtt, vagy lehet, hogy nem volt 10 éve, amikor megjelent a Menőpauza című könyve, és utána azóta megjelent ugye a Halálúton Horvátországban, és most pedig a Tűzszivárvány, ami megint egy olyan témához nyúl hozzá, ami Magyarországon, hát nem tudom, hogy tabunak számít-e vagy sem, erről majd inkább Edina fog beszélni, és abban maradtunk itt a beszélgetés elején, hogy Edina elmondja a könyvnek a tartalmát, hogy ezt ne nekem kelljen a szinopszist felolvasnom, és akkor ezzel el is indítanánk a beszélgetést, úgyhogy át is adnám a szót, Edina, neked. Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok, illetve szervusztok, szia Gábor. A Tűzszivárványt én 2 évvel ezelőtt írtam, és röviden elmondom a tartalmat, illetve ha nem haragszok, akkor felolvasom, mert én írásban jobb vagyok, mint szóval, és nagyon-nagyon összeszedtem, hogy pontosan megértsék az olvasó, a hallgatók, hogy miről is szól a regény. Transznapló az alcíme a Tűzszivárványnak, 2 idősíkon játszódik. Az egyik Sulai Atka 4 éves korától 19 éves koráig kíséri a férfi testbe született hőst. A másik napjainkban játszódik, tehát ahogy mondtam, konkrétan 2021-ben, és a 29 éves, már transztudatára ébredt Somlai Émit kíséri végig a jogi nemváltás és a fizikai nemváltoztatás nehézkes, fájdalmas útján. A kisfiú, Atika, a szüleivel és nővérével, apja alkoholizmusa miatt a családra kényszerült szegénységben él Budapesten. A Nyóckerben lakik, én is ott lakom, és én ide akartam helyezni a főhősömet. Furcsa kisfiú, mindenki érzi, hogy nem stimmel vele valami, de hogy mi azt senki nem tudja megfejteni, valójában nem is igazán akarján, csak addig a szintig lenne jó normalizálni őt, hogy ne kelljen vele külön foglalkozni, mindig elfigyelni, de azt a valamit még apai nagyapja sem tudja kivenni belőle, pedig tisztességgel megpróbálja elhagyni. Addig a óriási szerencséje, sőt, mondhatjuk, hogy megmentője épp akkor érkezik, amikor a legnagyobb szüksége van rá. Az egyik nyári szünidei nyaralás, ami valójában egy nagyapai kiképző tábort jelent, ő alkalmával a piacon összefut az Ózd melletti cigánytelepen a hétesen lakó, nála pár évvel idősebb és fizikailag jóval erősebb szürke cigányfiúval, Jocival. Jocit a szürkesége miatt a cigányok, cigánysága miatt a magyarok társadalma vette ki magából, ezért ő is ugyanolyan magányos, mint Atika. Az első pillanattól fogva valami különös és kölcsönös vonzalom alakult a kettőjük között, ami az élete során elkíséri Atikát, és nem csak megmenti, hanem segíti is őt élni, megélni az életet. Atika felnőtt segítője az anyai nagyszülei, akik ugyan félreértik az ő másságát, hogy homoszexuális beállítottságunknak élő, de megértik és elfogadják őt úgy, ahogy van. Ennek a embernek a végső kitartó szeretete és elfogadása az, akik miatt Atika megírja a felnőtt kort, sőt, amikor egy francia film hatására ráébredt transzexuális voltára, ezzel meghatározza identitását, megerősítik őt a családjukban betöltött pozíciójában, amivel tulajdonképpen megadják számára a lehetőséget egy relatíve normális életre. Illetve nem is mondhatjuk, hogy normális életre. Gyermekkorában több segítő is megrészegődik, egymáshoz csapódnak a tudatot lelkek. Ilyen például 2 drogos 20 éves srácok elvárja a térről, ez szintén Józsefvárosban van, vagy Zsófika, a túl magasra nőtt ottanásos, és ezért társai által abuzált kislány. Ha ezek az emberek nem jelennének Atika életében, nem érni meg a felnőtt kor. Atikát a nővére szereti, ordancsolja és adja apja kezére, mint megbüntetni való bűnös, a gondolt tudja. Felnőttkorúban a kapcsolatok normalizálódik, mert végigbeszélik gyermekkorukat, kibeszélik sérelmeiket, és egy biztos alapot teremt arra, hogy 2 jó testvér legyen belőle. Atika és Jóci kapcsolata az első perctől erős és eltérhetetlen kötelék,
ami Attika előbújásáig, így nevezik a transzneműek unfelvállalását, tehát addig barátság, amikor ráébrednek, hogy ez a vonzalom sokkal több a barátságnál. Kibontakozik a két lagunásnak apostrofált szerelmük. Én azért neveztem ezt két lagunásnak, mert az ártatlanságot, az ártatlan egymásra csodálkozást akartam ezzel kifejezni. A sors úgy irányítja az életüket, hogy legyen lehetőségük az együttélésre, a családban megélt szeretet és szerelem gyakorlására. A szerelem gyakorlása az esetükben nem a fizikai, szexuális kapcsolat népesítését jelenti, hiszen egyikük sem homoszexuális. Tehát, hogy tisztában legyünk, Jóci egy heteroszexuális férfi, Attika pedig transznemű, tehát férfi testben élő nő. Viszont ameddig ez a természet adta anomália fennáll, addig nem létesítenek egymással testi kapcsolatot. Elképzelhetjük, ez milyen nehéz lehet két egymás mellett élő, alapvetően szerelmes ember esetében. Attikában 19 évesen az előbújása idején lesz Émi, és hát ez a regénynek a másik idősítja, és 29 évesen kezdi meg a jogi és fizikai nemváltoztatást. Ekkortól a regény szála egy szálon fut, és csak erről a küzdelemről szól. A politikai kormányzati hatalmát gyakorló magyar kormány és államokorátus által felülről vezényelt társadalom kicsit az önelfogadásra, az individuumra, alanyi jogból járó önmeghatározásra, és arra az alapvető emberi jogra és kötelessége, hogy a saját testéért mindenki saját maga felelős, egyben azt tehet vele, ami jó neki, amennyiben ez nem zavarja a körülötte életet. Ezért a társadalom, mint olyan, ott gáncsolja őt, ahol éri. Ma Magyarországon, aki fejlődési rendellenesség miatt transzneműnek születik, az mocskos vagy kocsor buzi, elnézést a hallgatóktól, és a fizikai nemváltoztatása alkalmával nem változtathatja meg a saját nevét, a nemének megfelelően. Tehát, ha valaki Kisnaptól Béla néven születik, transznemű, nem lehet belőle az átalakító műtét után sem Kisnaptól Bella, ami abban a bizonyos törvényben volt, ami alapján, vagy aminek a hatására én elkezdtem írni ezt a regényt. Hogy ehhez után a nem változtató műtét után elfogadja, illetve befogadja a társadalom, és hogy Émi és Jóci boldogan élnek le, amíg meg nem halnak, azt az olvasó majd megtudja, amikor elolvassa a regényt. Rögtön felvetődik a kérdés, hogy ezt nyilván egy ilyen könyvnek a megírása az nem úgy zajlik, hogy te leülsz és a saját fejedben kitalálod, vagy nem tudom, tehát azért kérdezem. Te egyébként úgy is. Hát nyilván így is, tehát egy jelentős része, de gondolom azért neked találkoznod kellett olyan emberrel, vagy emberekkel, akik ezekkel a problémákkal küzdenek, hogy át tud érezni az ő... Most Dustin Hoffman jut eszembe, hogy amikor a Rain Man-nek a szerepére készült, akkor ő nagyon sok időt töltött olyan intézetben, ahol ilyen autista emberek vannak, hogy minden mozdulatukat, rezdülésüket át tudja másolni ugye a szerepébe, a filmbe. Tehát erről beszélj egy pár szót, hogy maga az írás nyilván nem azonnal indult, hanem előtte azért kivégeztél egy ilyen kutatást, ismerkedést, beszélgetést ilyen emberekkel? Tehát hogy történt ez? Ez egy nagyon jó és érdekes kérdés, nem egyáltalán. Tehát nekem semmi közöm soha nem volt sem közvetlenül transzneművel, és homoszexuális barátaim, ismerőseim vannak, hiszen én olyan körben mozgok, ahol sokkal inkább megengedik magukat megmutatni, meg megismerni, tehát jobban előtérbe kerülnek ezek a dolgok. Transzneműt nem láttam, soha nem is beszélgettem velük, és amit te mondasz, az a színészi átélés, de én nem átélem a regényt, én megírom a regényt, tehát, vagy a bármit. Tehát én nem akarok átlényegülni transzneművé, és azért is jogos a kérdés, mert ez szintén egy szem első személyben írott történet, tehát ugyanúgy, mint a menekült napló, de nekem ahhoz, hogy a fantáziám által, tehát a fantáziám beinduljon, nem feltétlenül szükséges. Tehát én nem voltam soha arab menekült sem, vagy kurd menekült sem. Nem is ismertem kurd menekülteket, amikor megírtam a menekült naplót.
amikor a Bocsánat, hogy pauzatok. félbeszakítalak, csak a néző kedvére említem, hogy ez az előző regényed a Igen. Halálúton Horvátországban, arról is jó lett volna egy beszélgetést készíteni, mert Magyarországon az is egy elég érdekes kérdés manapság a menekült Igen. kérdés, de nem mondom, nem akartam, csak hogy így jelzem a nézőknek, hogy miről is van még szó. Igen, viszont ami a kiinduló pontja volt ennek az egésznek, vagy amitől eszembe jutott, hogy én írok egy ilyen történetet, illetve majd elmondom, hogy kezdett bele, vagy hogyan történik ez nálam, ez a belekezdünk egy regénybe. Tehát ez nem olyan, hogy leülök és nézem a klaviatúrát, aztán valamit elkezdett fütyülni. Ez nálam úgy kezdődött, hogy 2021-ben egyik éjszaka, illetve egyik reggel mondták, hogy éjszaka megszületett egy rendelet, miszerint a transzneműek, a nem változtató műtéten átesett transzneműek nem változtathatják meg az ivatalukban a nevüket. Tehát amit az előbb mondtam, hogy Bélából nem lehet Bella, hiába van neki már nagy cicia, meg női nemi szerve, belőle nem lehet Bella, tehát ő ahányszor bemutatkozik nőként, tehát női, fizikailag nőként, az jön ki, hogy Kisnagy Tóth Béla vagyok. Azért találtam ki ezt, hogy senkit meg ne sértsek a saját nevében. Úgyhogy amikor ezt meghallottam, annyira felháborodtam, mint amikor meghallottam, hogy a törökök megszállták a kurdokat Szíria északi részén, mint a török határnál. És Igen. elkezdtek rakát bombázni, amiben ugye beszálltak az oroszok. Tehát tulajdonképpen az Hát a meg az kurd. amerikaiak is ott vannak Igen, Szíriában, azt se utána felejtsük. ők is, de ugye a törökök kezdték, és én akkor azt mondtam, hogy basszus, hát ez hogy lehet, hogy a nemzetközi közösség hallgat és tűri, mint ahogy most is tűrjük egyébként, és azóta már nagyon sok háborút tűrtünk, mert nem is tudom, még az, nem is, most nem emlékszem, hogy melyik volt rögtön a szíriai kurdok utáni támadás után, de volt, most viszont itt van ugye az ukrán-orosz válság, és az az igazság, hogy teszünk rájuk. Igazából szankcionálgatunk, meg ezt azt csináljuk, de nem segítünk. Úgyhogy legyünk nyugodtak, hogy rajtunk se segíteni senki, hogyha kiterjedne a háború, ami egyébként elég sanszos külpolitikai szakértők szerint. De most visszatérve erre a nem változtatás dologra, tehát annyira erős volt és annyira felháborított ez a rendelet, vagy törvénykezés, vagy rendeletbeli szavár, hogy megjelent a tematika, és elkezdett beszélni. És hát így született. Így kezdtem bele. Ugye ezt hogyan látod, hogy a társadalom ezt a jelenséget, tehát vagy jelenséget, ezt a fizikai elváltozást, vagy nem tudom, minek nevezzem? Ez egy ilyen születési rendellenesség. Leírtam a könyvet. Úgy viszont, bocsánat, hogy belét folytam a szót, mert még ez az előző kérdésre tartozik, hogy úgy viszont én felkészültem a dologra, hogy beszéltem endokrinológussal, tehát aki a hormonkezelést végzi, és itthon Magyarországon például nincsen ennek magyar nyelvű szakirodalma. Neki ő kiment Párizsba, és ott szedte vissza az orvos barátaitól az erről szóló okosságot. Elmentem egy plasztikai sebészhez, aki a legtöbb transznemű klinikán, és végignézett velem egy műtétet, férfiból nővé átalakítást. Én egyébként még a vérvétel szótól is rosszul vagyok, de ezt egyszerűen végig kellett néznem, hogy tudjam, hogy mi történik velük. És ettől függetlenül én nem írtam le a regényben, így tehát ilyen véres valósággal, mert ez nem tartozik oda. Tehát igen. Tehát azt a szót használtad, hogy rendellenesség, és ezért Igen. akartam erre rákérdezni, mert ugye a társadalomban, hát hogyha nagyon leredukáljuk, akkor kétféle módon állnak hozzá ehhez a kérdéshez. Az egyik fele a társadalomnak azt mondja, hogy ez egy betegség, és ezt lehet kezelni, vagy kell kezelni, vagy mit tudom én. A másik fele, és nem tudom, hogy milyen százalékban kell ezt elképzelni, a másik fele azt mondja, hogy ez egy ilyen dolog, ez is a természet része, és ez egy elfogadott dolog, és nem betegségként kezelik. Tehát ugye a rendellenesség szó az valahol a kettő között van, vagy a rendellenesség kifejezés? Nem, orvosilag értendő szakkifejezés, ugyanis a magzati fejlődés valahanyadik hónapjában, most nem tudom pontosan, amikor az agytörzs kifejlődik, ott van egy
babocska, én most nagyon leegyszerűsítve úgy mondom, mert ahogy én megértettem, tehát most ez senkinek kérje rajtam számon, hogy ez nem ilyen MTA-s kultikusról elhangzó ismeret, és ott van egy magucska, ami ha bizonyos helyzetben ki tud fejlődni, akkor nő lesz belőled, ha pedig amúgy fejlődik, tehát hogyha így fejlődik, nő lesz belőled, ha úgy fejlődik, férfi. Viszont ha ez valami miatt ez a fejlődés, de zavar keretkezik, bármilyen genetikai, akármilyen zavar, általában genetikai, akkor ez a kettősség létrejön, tehát ez nem a hermafrodita, mert az is egy külön dolog, amikor külső nemi szervek két nem sajátosságait mutatják, ők abszolút tehát fizikailag férfiként, illetve nőként születnek meg, viszont a tudatuk, tehát a tudatuk nem beképzelés, tehát ez nem beképzelés, nem találják magukról, az más, az a transvestita, tehát nagyon-nagyon sok árnyalata van ennek a dolognak, de ők kifejezetten fizikai formával annak születnek, amik, de a tudatuk a másik nem attribútumait viseli magán. Én ezt ezzel a kérdéssel nem azt mondom, hogy sokat foglalkoztam, mert nekem volt olyan osztálytársam középiskolában, aki biszexuális volt. Hát nem az, amiről te írtál, de biszexuális. És egy nagyon, nagyon normális, rendes srác volt egyébként. És annak idején én utána néztem annak, hogy ez miért lehetséges. És találtam, tehát onnan indul a történet, hogy én hiszek abban, hogy van több életünk, tehát van előző életünk, következő, stb. És volt egy ilyen magyarázat, hogy valaki azért válik férfi testben nővé, mondjuk hozzuk ezt a példát, mert az előző életében nő volt, és nem tud valami miatt abból a szerepből kiszakadni, és ebbe az életébe is olyan erősen átjön a nőisége, noha férfi testbe születik, hogy egyszerűen ez kialakul, és erre mondom azt, hogy ez nem betegség, hanem ez valahol a természet része, sőt, ugye, hogyha tovább megyünk, és egy picit belevonjuk a karmát, és akkor mit már nagyon spirituálisak vagyunk, tehát én azt is gondolom erről, hogy valami miatt ebben az életében ezt a szerepet, vagy ezt a keresztet meg kell tapasztalnia, és hogy ennek mi az oka, az persze lehetne ezerféleképpen magyarázni, de nálam, az én olvasatomban van egy ilyen megközelítése is ennek a dolognak, és én talán ezért tudom ezt elfogadni, mert van egy ilyesfajta hitem. Nem tudom, hogy te egyébként hiszel így az előző életekben, hogyha már egy picit így kirándultunk erre. Nem, én nagyon-nagyon realista vagyok, tehát, és nagyon a földön állok, úgyhogy én ezért is mentem orvosokhoz, hogy magyarázzák nekem, hogy ez hogy van. Úgyhogy de egyébként nagyon pozitív, hogy te elfogadod, és hogy neked van erre egy hitrendszered, ami segíti az elfogadást. Mert szerintem teljesen mindegy, hogy valaki miért fogadja el, tehát hogy orvosilag azt mondja, hogy ez egy fejlődési rendellenesség, és hogy elfogadom őket, és ezért nem használok rájuk demonesztáló kifejezéseket, vagy pedig van egy ilyen spirituális hitrendszere, ami miatt elfogadja. A lényeg az, hogy fogadjuk el, hiszen ők nem rossz emberek, csak egyszerűen más. A másik, ami eszembe jutott most, ahogy az osztálytársadról beszéltél, hogy kétféle fogalmat az emberek összemosnak, én sem tudtam addig, amíg ebbe bele nem fogtam. Van a szexuális vonzalom, és van a szexuális identitás. Uh-huh. A szexuális vonzalom az, hogy én téged férfi, tehát én ugye vagyok, és téged férfiként vonzónak találnak, mert az én szexuális identitásom az, hogy én nő vagyok, te meg férfi. Na most, az elején, amikor elolvastam és mondtam a regény tartalmát, akkor mondtam, hogy ők nem homoszexuálisok, hiszen Jóci heteroszexuális, tehát ő a nőkhöz vonzódik. Ugye Atika viszont férfiben, de tudatilag nő, viszont férfitestben férfi, tehát Jóci, mivel nem homoszexuális, ezért ők nem létesíthetnek kapcsolatot. Uh-huh.
És Attika pedig, illetve hát akkor már Émi, hiszen akkor ő már Émivé változik, Émi viszont azzal a testtel nem akarja Jocit, tehát nem akar Jocit élni, hiszen azt a testet ő nem szereti. Ő majd akkor, hogyha ő majd megmutathatja magát. Tehát a kettő között óriási nagy különbség van. Persze, ez tényleg, és ezt sokan talán fel sem fogják, hogy azért, mert összemossák a dolgokat. Ugye én azt látom, hogy a társadalomnak az a része, amelyik teljes mértékben elutasítja, és akkor most finoman fogalmazom, elutasítja ezeket a jelenségeket, vagy ezeket a dolgokat, azok azért utasítják el, mert nincs igazából kapcsolatuk, tehát nem ismerik, és ismeretlennek tartják, és vannak, hát sajnos, ugye említetted a magyar kormányt, hogy felháborító, hogy ilyen intézkedéseket hoz, tehát hogy ezek alapján ítélkeznek. Én azt látom, hogy aki megismer, és itt most, ha elvonatkoztatunk ettől a dologtól, ugye a nacionalizmus is egy olyan kérdés pontosan, hogy itt is Székelyföldön az utálja a románokat, sőt a románok közül az utálja a magyarokat, aki egyáltalán nem ismer egyetlen magyart vagy román sem, mert hall valamit, tud valamit, és gondolom, hogy ebben a társadalmi jelenségben is ugyanez van benne, hogy valójában nem is ismernek ilyen embereket, de valami miatt a társadalom egy része, és gondolom, hogy sajnos jelentős része elutasítja, tehát biztos erről is írsz a könyvedben, meg biztos erről is sokat beszélgettél emberekkel. Neked mi a meglátásod, hogy a többség az, aki elutasítja ezeket a jelenségeket, vagy ezeket a dolgokat? A menekült napló kapcsán ráébredtem, hogy illetve hát már jóval előtt, de ott mondtam ki először, hogy amit nem ismerünk, attól félünk. Tehát nem látunk még migránsok, de nagyon félünk tőlük, mert azok biztos ilyenek, olyanok, ezt csinálják, azt csinálják. És gondolj bele, hogy 10 emberből 9,99 ember soha életében nem látott, nem foglalkozott sem a transzneművel, sem a homoszexualitással, sem semmivel, viszont hogyha módszeresen mossák valakinek az agyát, és trenírozzák őt arra, és gerjesztik a gyűlöletét arra, hogy ők nem normális emberek, ők átesznek a gyerekeddel, és hát ugye ez a legnagyobb, hát a saját büszkeségeinket, a jövőnket veszélyeztetik, hiszen a gyermekeinket akarják megrontani, már az óvodában, ugye ez most a kormány, tehát a mostani kurzusnak a mondani valójának a lényege, akkor egyszerűen elhiszik. Tehát az emberek nagy része nem gondolkodik önállóan, nem is akar véleményt alkotni, nem akarod mondani, hogy buta, de buta, és ha valakinek ez nem tetszik, akkor járjon utána. Tehát én gyűjtöttem például Jockey Union-nak, a Dallasbeli Jockey Union-nak kopogtató cédulát a 90-es években. Úgyhogy, és én azóta, sőt, Iza úrának ugye gyűjtöttek az emberek pénzt, mert látták a tévében, hogy szenved. A Kumlós utcát lelenkeményezték az utcán. Tehát ezek után mit várhatunk egy ilyen hathatós és hatékony kormánypropagandából? Tehát propaganda után a társadalomtól. Jó, hogy említed a 90-es éveket. Hogy látod egyébként, hogy a 90-es évek óta napjainkra, ugye azóta eltelt idestova 30 esztendő, pozitív irányba változott a társadalom, vagy romlik a társadalom? Lehet így mondani ezt a kifejezést? Hát most nagyon röviden természetesen romlott, de tehát olyan, mint társadalom, olyan nincsen. Így van. Mikrocsoportok vannak, tehát mostanában buboréknak hívják őket, és mindenki, aki saját mikrokozmoszában él. Tehát leginkább az lehet a célunk, tehát normális gondolkodó embereknek, hogy olyan kis mikrokozmoszokba tömörüljenek, ahol jól érzik magukat, pontosan azáltal, hogy nagyjából velük azonos értékrendet képviselő emberek legyenek. Na most ezek a halmazok természetesen átjárhatók, de igazából úgy látom, hogy legalábbis, tehát én, mint aktó,
kifejezetten nem akarok kilépni a halmazomból. Nagyon sokat elmegyek külföldre, hogy ne kelljen ezekkel a tőlem különböző halmazokkal érintkeznem. Nagyon sok vagyunk így ezzel, tehát nagyon sokakkal találkozom Ausztriában, most Írországban nagyon sok magyarral találkoztam, Szicíliában, akik nem azért kell, mert anyaginak nem boldogulnak itt, az egy másik réteg, hanem kifejezetten az itteni nyomasztás alól. Tehát most nem akarok művész neveket mondani, akik külföldön élnek, vagy részben külföldön élnek, mint én, amíg alkotnak. Tehát amikor nem alkotok, akkor jól meg vagyok. De amikor koncentrálnom kell valamire, akkor nem engedhetem be magam. Ez is lenne a következő kérdésem, hogy ugye a Halálúton Horvátországban az már régebben megjelent könyv. A két éve. Igen, a Tűzszivárvány az már egy frissebb dolog. Nyilván, igen, de most szerintem most üvek meg ezekben a percekben, mert nyomják a nyomdába, holnap megyek érte az első példányokért. De nyilvánvaló, hogy ezekben a kérdésekben azért te találkozol emberekkel, és biztos vagyok benne, hogy kétféle hozzáállás létezik. Az egyik részről kapsz támadást emiatt, másik részről pedig egy bíztatást, vagy hogy kell elképzelni, tehát hogy amikor van egy közönség találkozó, vagy bármilyen találkozó emberekkel, és szóba kerülnek ezek a témák, akkor gondolom hideget és meleget is kapsz, nem? Nem. Hogy rosszat nem kaptam, ez szerintem most meg fog változni, úgyhogy már tréningezem a lelkemet, erősített. Rosszat még nem. Ugye a pauza trilógia, tehát az életvezetői válságba toppanó változó korról szól, tehát ott igazán férfias női szempontból, tehát ott igazán támadni nem tudtak, hiszen ez egy olyan dolog, ami mindannyiunkat érint egy bizonyos kor felett. A menekültnapló meg olyan, tehát valahogy az én könyvemet azok veszik, akik szeretik. Igazából negatív, tehát szakma részéről, tehát én tudom, hogy mit magának a szövegnek a hibái. De olvasói részről így, hogy valamilyen támadás érjen, még migráncsozós beszólogatásokat sem kaptam. Most viszont tartok tőle, hogy lesz. Még nem, illetve egy nagyon finom utalás volt erre, de még nem. Éresen még nem támadtak, tehát face-to-face. Egy nagyon, nagyon buta kérdés, ugye, amit mindig föltesznek, hogy kinek szánod a könyvet, kinek szól a könyv, tehát hogy kiket célzol meg vele. Tehát erre persze én is tudnék egy általános választ adni, de kíváncsi vagyok a tiedre. Én azoknak az értelmiségieknek szánom, és azokon a csatornákon fogjuk ezt a regényt hirdetni, akik pontosan, tehát amiről az előbb beszélgettünk, teljesen mindegy, hogy milyen okból kifolyólag, de elfogadják, hogy van ilyen, és attól függetlenül, mert olyan, együtt tudunk működni. Például egy munkahelyen tudunk dolgozni, vagy egy iskolába járhatnak a gyerekeink, vagy szomszédok lehetünk. Én úgy gondolom, hogy Németországban és Hollandiában lesz ennek igazán piaca, és azután szerintem majd onnan fog visszajönni Magyarországra, és akkor lesz egy ilyen, hát, és mondjam, a 90-es években voltak ilyen szamizdatok, és akkor szerintem szamizdatként hogy sikeres lesz Magyarországon. És akkor adódik a kérdés, hogy fordítódik német vagy angol nyelvre a könyv? Igen, igen, német nyelvre, igen. Igen, és hangos könyv is lesz belőle, magyarul lesz a hangos könyv, úgyhogy lefordítják németre a kiadó, nagyon hálás vagyok ezért a kiadóra. Dana miért nem fordítja le angolra? A nézőkedvéért Dana, a lányod, ugye is profi angolra. Nem fordító, hanem szakfordító, és a kettő között óriási különbség van. Ja, értem, tehát ő ezt nem tudná úgy. Igen, tehát ez nem olyan, mint mondjuk egy Beásnak a lefordítása, amit nehéz, hiszen ez simán ugyanabban a 44 betűből van, ami mondjuk egy hivatalos navos irat is, de azért ez egy kicsit más, tehát azért itt árnyalni kell a dolgokat. Uh-huh. És hát ugye most már lassan fél órája beszélgetünk, aztán nem akarom a nézők türelmét sem sokáig húzni. Két dolog, egyrészt, hogy van-e még valami, amit
Hát én megkérdezném, hogy mi lesz a következő, hogy gondolkodsz-e már a következő könyvön. Tudom, hogy az írók erről nem szeretnek beszélni általában, legalábbis aki íróval beszélgettem, az mindegyik azt mondja, hogy hát ezt most még nem árulja el, hogy mi lesz majd, amikor megjelenik, akkor majd elmondja, hogy mi volt. Nálad van ilyen? Tehát van olyan... Már írom, hogy ez egy nagyon meghasonlott állapot egyébként, amikor már benne vagy az új történetben, de még a régi most jön ki, és arról kell beszélned, holott az már egy ilyen lejátszott dolog. Tehát már más részemről lejátszott. Minden gyerekemet imádom, és velük alszom az első három éjszaka. Az első éjszaka joga az enyém a könyvemmel, én már a másik történetben vagyok, annyit elmondok róla, hogy mivel ugye közeledem a 60-hoz, ezért ez a 60-asoknak szóló könyv lesz. És azt hiszem, hogy tehát ez is szép irodalom, mert azért azt szeretném elmondani, hogy a halál utól volt Bátországban, és a tűzszivárvány már szép irodalmi kategória, és a 60-asoknak szóló könyvben is szép irodalom lesz. Úgyhogy igen, már dolgozom rajta, szeretném, ha a jövő évben megjelenne. Hol szoktál? Otthon szoktál a 8. kerületi kis lakásodban élni, vagy ugye látom, hogy azért mivel van ismerősöd kint Szicílián, sokat vagy Szicílián, és akkor ott szoktál írni, vagy itt is, ott is, vagy ez hogy van nálad? Hát leginkább én Bécsben szoktam írni, ott egyébként egy cicára vigyázok, egy professzor cicájára, és nem a Schrödinger professzor cicájára, ami ő nem a Schröder macskájáról van szó, igen. Igen, tehát ott egy cicára vigyázok, amíg a professzor Magyarországon van, és akkor enyém a lakás, enyém a cica, kijönünk a teraszra, kiviszem a laptopot, és akkor ott írok, esténként felolvasom a cicának, amit írtam, utána a podcasteket nézek, hallgatok, úgyhogy, és akkor így, tehát amikor alkotok, az főleg kint van Bécsben, de itthon is szoktam természetesen, itthon is szoktam. Említetted, hogy most van... Szicíliában inkább dolce vitázni szoktam. Ja, értem. Embereknek mutatom meg, és a barátaimmal vagyok. Aha. Mondtad, hogy most jön ki nyomdából a tűzszivárvány. Mikor várható, hogy ez könyvesboltokban megjelenik? Ja igen, meg ugye azt is mondjuk el, hogy hamarosan könyvhét lesz, és aki kíváncsi rá és szeretne dedikált példányt, ott is találkozhat veled. Igen, június 10-én, ez egy szombati nap lesz, ugye 8-ától 11-ig van a könyvhét, illetve lesz a könyvhét, és 10-én 17 órától dedikálok a 7-es standon, ez egy szerencse szám mindenki szerint, és 15-én viszont a könyv bemutatója lesz, de tűzszivárvány oldalunk is van, most már ez a közösségi médiában, és eseményünk is van, tehát akit érdekel, a tűzszivárvány címszó alatt megtalálja ezeket a dátumokat. Mondjuk el még a kiadó nevét is azért, mert tiszteljük. Na most nagyon érdekes, Fátyol kiadónak hívják a kiadót, és pontosan azért, mert ők olyan könyveket adnak ki, illetve történeteket mutatnak be, amik a nagy közönség elől elzártak. Tehát ugyanúgy, mint egy transznemű is. Tehát nem találkozunk velük az utcán. Csak úgy, illetve ha találkozunk velük, nem tudjuk, hogy ők azok. Ez egy nemrég indult kiadó, 4 vagy 5 könyvük van. Én úgy hívom őket, hogy kézműves kiadó, és ezt úgy értem, nem technikailag értem, mert profi technikai hátterük van, hanem hogy annyira olyan gondossággal állítják elő a könyvet, tehát az előkészítés során a nyomda is, Budapest 13. kerületi nyomdában nyomódik éppen most a gyerekem, és tehát olyan gondossággal állítják elő és menedzselik a könyvet, mint mondjuk egy kézműves pék dagasztja a kenyeret, és olyan kovászt tesz bele, ami már 1-2 éves, és akkor kerekíti, gömbölyíti, nem pedig csak úgy oda csapja, hogy lesz, ami lesz. Úgyhogy Fátyol kiadó. A címlap terv is egy nagyon kifejező kép, tehát egy nagyon, mondhatnánk, hogy minimalista, egyszerű, letisztult. Igen. Az kinek az ötlete volt, hogy így? Hát az enyém, és egy nagyon ügyes grafikus meg tudta valósítani. Direkt nem akartuk túl cizellálni, illetve nem akartam, mert ez egy annyira drámai történet, és
velejéig megrázó történet, hogy itt minden cifraság az egy ilyen túltolt, nem is tudom, nem is találok rá szót most itt hirtelen, hogy mi lett volna, tehát túlzás lett volna bármi más, ami ennél több lenne. Jó, hát és akkor tényleg végezetül, hogy maradt-e benned valami olyan gondolat, amit feltétlenül szeretnél így elmondani, mielőtt elköszönünk a nézőktől, vagy gyakorlatilag mindent elmondtál, amit. Esetleg még egyet, hogy és hogyha lehet, akkor ez a reklám helye, ugye én Persze. Nagyközepvárosban élek, és ugye Vámos Miklós azt mondja, hogy a regényíró az az irodalom nehéz tüzérsége. Tehát én, mint nehéz tüzér, ugye másfél-két évig írok egy regényt, illetve annyi idő telik el, ami kézbe fogható magát a könyvet. Na most közben úgy gyakorlatként én, ahogy te tudod, mivel ugye a barátom vagy, meg ugye ismerősök is vagyunk a Igen, Facebookon. igen. Tudod, hogy én naponta, két naponta, három, négy naponta, akármilyen rövid időközönként ilyen kis rövid történeteket írok, ami velem történik futás közben, vagy csak úgy valami, ami eszembe jut. Most Én például akár... imádom ezeket, tehát Nagy, annyira jó köszönöm. pofák. És nagyon sokan voltak szerencsére így vele, amiért nagyon hálás vagyok, és valamelyik ismerősöm felvetette, hogy egyszer úgy megnézném azt a József Párost, ahol te élsz, és amit te látsz. És azt mondtam, hogy hát jó, gyere. Aztán azt mondtam, hogy jó, de hát ha te jössz, akkor jöjjön bárki. És elindítottam az Úgy, ahogy van, szubjektív irodalmi sétát, ami április 22-én már elrajtolt, 23 vagy 24-en voltunk, ennél többen nem lehetnek, és ez minden nap harmadik szombatján lesz, úgyhogy most május 27-én lesz legközelebb, és ez úgy néz ki, hogy a Blahalúza téren találkozunk, onnan elindulunk, és a Nagyvárad térig megyünk Józsefváros belső utcai, Népszínház utca, Teleki térről bemegyünk a piacra, lángost lehet enni, utána a Lujza utcán átmegyünk a Kálvária térre, elkanyarodunk a Fűvész kert felé, átmegyünk a tisztviselőtelepre, és a végén az Orci kertben kötünk ki, a tóparton, ahol a Csacsacsa című játékfilmet forgatták. És ami a lényege, hogy mitől irodalmi, tehát ez nem helytörténeti sírta, hanem irodalmi, 14 megállónk van, és minden állomáson felolvasunk Balázsféri Katóval, a vezető társammal egy-egy rövid ilyen novellát, történetet, amiket amúgy én felrakok a Facebook oldalra. Zseniális, zseniális. Hát ezt komolyan mondom. Köszönöm. Egy picit olyan, most hirtelen a szomszédok jutottak eszembe, hogy a Gazdagréten is csináltak ilyen Tényleg? túrát. Igen, én olvastam, ez évekkel ezelőtt volt, hogy ahol a szomszédokat forgatták, akkor egy ilyen kis bemutatták a helyet, De meg mit. jó. De ez, amit te csinálsz, ez megint egy olyan. Na, ugye a nézők kedve, hogy a hallgatók, nem tudom, nézik, hallgatják ezt a műsort, na, az ő kedvükért azért mondjuk el, hogy te aktívan színházi emberként is közreműködsz, hiszen különböző dolgokat csinálsz. Erről is mondhatnál pár szót, hogy miket csinálsz színház terén. Most az utóbbi mondjuk azt, hogy 4 évben én igazából elköteleztem magam a szép irodalom mellett, és ez egy nagyon nehéz dolog. Tehát ha valaki azt látja, hogy hú, hát itt egy író, mondjuk egy író olvasó találkozom, ugye rendesen felöltözöm, megcsinálom a hajamat, sminkelek, akár még magasarkút is felveszek, az azt gondolja, hogy milyen jó élete van neki. És tulajdonképpen valóban, mert színházakra járok, koncertekre, utazgatók, de hogy ez mennyi lemondással jár egy másik részről, ahhoz semmi köze nincs is egyébként az olvasónak, de azért megjegyzem, hogy az, hogy én azt mondtam, hogy csak szép irodalom és újságírás, mert ugye az egyik fantasztikus napilap, ahol Ady Endre írt 150 éve, tehát valami hihetetlen megtiszteltetés, az egyik napilapnak is az újságírója vagyok, tehát én írásból próbálom azóta fenntartani magam, és igazából ugye vannak dolgaim színházakban, de az már nem tesz ki annyit, hogy most erről érdemes legyen beszélni. Biztos megkérdezik egy csomóan, vagy megkérdeznék egy csomóan, hogy meg lehet élni írásból? Tehát Nem, mondjuk. soha nem is lehetett, ezt hozzáteszem, tehát aki megél, az nem, tehát mondjuk
mondjuk az előbb Ámos Miklóst említettük, de bárkit említhetnénk, Tóth Krisztinát, Grecsó Krisztinát, ők sem az írásokból élnek meg, hanem az egyéb rendezvényekből. Tehát én is most megyek egy egész napos rendezvényre, felkértek, tehát ilyesmit természetesen csinálunk kell, hiszen nekem ugyanúgy jön a rezsiszámla, mint bárki másnak. De megpróbálom ezt is az irodalom köré szervezni, amennyire lehet, vagy a könyveim köré. No, Sári Edina író. Tényleg, hogy mondjuk, író vagy írónő? Ne, íróság író, ez itt tökéletes. Író. Sári Edina író volt a beszélgető társam a mai reggelen, ugye, hát ez most irreleváns, hogy ez a beszélgetés mikor készült, mert bármikor meg lehet majd nézni. A Tűzszivárvány című könyvének a megjelenése kapcsán beszélgettünk, és próbáltuk a hallgatókat egy picit beavatni ebbe a kérdéskörbe. Én biztos vagyok benne, hogy fogunk még beszélgetni, és most így elnézést is kérek, én hallom, hogy nem volt túl tökéletes a hangminőség, és remélem, hogy ezt nem fogják nagyon felróni nekünk. Várjuk. Én meg izgultam is azért kicsit, tehát azt tegyük hozzá, hogy én író vagyok, nem beszélő, úgyhogy... De ez nem érződött, abszolút teljesen. Nem? Tényleg? Nem, köszönöm nem, szépen. Nem. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál, és hogy ezeket a dolgokat elmondtad, és bízom benne, hogy nem kell majd éveket várnunk a következő beszélgetésünkre. Sőt, én azt mondom, hogy ez a józsefvárosi túra is engem az én kíváncsiságomat felkeltette, úgyhogy erről majd külön még beszélgetünk egy picit, jó? Hogy arról mit tudunk majd kitalálni. Szépen. No, ennyi lett volna a mai beszélgetésünk, én is elköszönök, gondolom Edina is elköszön, és... Viszont hallásra, látásra. És akkor keressék a Tűzszivárvány című könyvet a Facebookon, majd a könyvesboltokban, akár a ünnepi könyvhéten, és akkor fogunk még beszélgetni. Köszönöm szépen a figyelmet, köszönjük a figyelmet, sziasztok, viszontlátásra! Viszontlátásra!